109. Mamma mia, chilometri arrivando la salita. Le vidre un bon temps, mais nous avons un peu de temps. On fait les tortues. Il est venu le temps. Là, il fait le temps de la salle. Il y a du haut. Il y a un temps pour la vie de faire sa chute. Il y a un petit peu de temps. Il y a un grand chien qui tâche tortues. Čili tyči tešť moc gášť. Přes je... Jsem tam hormicko dělána. Jdeme ještě klad. Čili ještě dělám ketve. Už je už ale hovený. Máme byl sip. Nebo tam půvo. On na kýtka zjetí, že má rade. Mint láthatjátok, egész Dimpeston most annak ellenére, hogy hozzáteszem, hogy mi mindig a sziget területén vagyunk, a Surányi résznél. Elvileg sík terület, de mégse teljesen sík. Mi vannak, ha nem is túl nagy, de már kisebb szintkülönbségek. Tehát azt várna az ember, hogy szigeten sík a terület, de azért van. Igen. 5-6 méteres szintkülönbség. Nagyjából Sacper kb. Van. 14.440 lépésnél tartunk ebben a pillanatban. Amikor elkezdtem mondani, azóta már növekedett. 4-5-10-zel. Megközeledünk a Dunaparthoz. Mindjárt látható lesz. És hallható lesz. Hogy jön a jó vízen. Abban az esetben a hullámzást fogod hallani. Meg ha csobog a víz azt. Meg minden egyéb mást. De füstölt szegény út. Azt gondolom az ember, hogy nincs itt forgalom. Túl nagy nincsen, de azért van autós mozgás. Azért 10 perc nem telik el, hogy egy autó legalább ne jöjjön. Nem egy kihalt környék. Módvás út után már gát lesz látható. Ennyi felhős az ég. Mindjárt itt lesz a part. Még egy jó 2 hét van ebből a nyárból azt. Jön az ősz. Fognak sárgulni a levelek, annak is lesz a szépség, de hát jobban szeretem a nyarat. Most azért már júniushoz képest hamarabban sötét. És később világosodik. És gyorsan elszaladt ez a 3 hónap.
mint az év is gyorsan szalad. Vissza se vesszük, aztán elkezdődik, és befejeződik. Rohannak az évek, mint a kötelező lenne nekik. Érkeztünk a Dunapartra, az egyik részére. Vannak is autók, lenézünk egy pillanatra. Itt a sétány, amúgy végigmegyünk. Itt egy jó kis parszakasz. Nézzük, hogy mennyien vannak. Sokan szoktak az itt lenni, mert rendkívül közismert egy, de az előző két napja lévő eső azért hagyották nyomokat. Megint egy erdősáv, lesz egy fasáv. Vannak autók. Másik oldalon már göt van. Kicsit, mint ha visszaemelkedett volna a víz. Meg is sokan vannak itt. Na menjünk vissza, megnézzük a másik partszakaszt is. És akkor megnézzük a másik partszakaszt is, hogy ott mennyire van élet. Mikor egész fölkapott, ilyen melegbe főleg. Hiszen a Duna is van egy 25-26 fokos a jelen pillanatban is, bár ezt nem néztem meg semmilyen oldalon, de ezt gondolom, mert nagyon hidegek nincsenek. Estére kicsit visszaül egy 20 fokig, de pár óra nappal viszont, ahogy süt a nap, szerintem egy 35 fok is fölmegy. A hőmérséklet, ha hány év van, 30, akkor napon van. Néha szerintem 35 is, ha nem. Van idén ez a rekord kánikulák. Szerencsére elmaradtak. Töltöm egy picit ezt a
Duna sétányt is. Szépen ki van alakítva. Szép hangulatos. És egy-két padot is ráhat, aki meg akar pihenni a séták során. Van retros padok. Mint régen voltak a megboldogult 80-as években. Még azokra vissza tudok emlékezni. Kőhíta, vas játékok a játszótéren. Nem volt ilyen EU-s mizéria biztonságról. Meg olyan gumis lapa mintát alapna. Beton, meg aszfalt sok helyen, főleg be fővárosban. Most meg már mindenféle mondva csinált indóvat csinálnak, hogy csak több pénzt lehessen behúzni. Egy játszótér projekt kivitelezésénél is. Itt is száradt fa. Belecsapnám, nem akkor lenne. Fákja belőle. Nem éppen biztonságos. Mert lehet, hogy a élő fában marad belecsap. Mindesség tartalma miatt, mert villám mindig a földről indul. Negatív, és a közé pozitív. Felhőben lévő pozitív töltés, és a földtől induló negatív töltés mindig két úton találkozik, de mindig a lúdul indul. Aztán egy növénynek nincs szerencsé, akkor szét is robban. A Dunaparton van egy-két ilyen fa, ami villám áldozatra. Ez elfuserált a részfánc, amit valószínűleg le kell, hogy bontson a önkényesen épített tulajdonos. Elég ott romba. Ízlés viccama volt az illetőnek. Mondjuk más viccama is volt. Elég furcsa stílusú emberke. Nem éppen közösségbe való. Na, belment Kavicsa szandáromba. És mire elérjük másik partot. Na. Walked 4 kilometers within 1 hour 5 minutes and 53 seconds. Last kilometer took you 13 minutes and 48 seconds. Heart rate is 103. Itt is azért hűsül valaki. Parton. Itt vagyunk mindjárt a másik partszakasznál. Már kisebb a fáknak a sáv.
Nem is mentek itt le szerintem. Vízbe látni mennyi lények. Nem, de hova tudom meg. Így megyünk le. Meg sem megyünk le. Be is fejezzük itt a apartmenti videónkat.